Tiszpol ismét ellenőrzést indított a rendőrség, ezen a héten az ittas vezetőket szűrik. Munkahelyi képzések. A cél, hogy növelni tudják a vállalkozások versenyképességét a hazai, valamint az európai piacon egyaránt. Digitális fejlesztések az evangélikus iskolákban. A projekt feladata a legmodernebb módszertanok és gépek beágyazása az intézmények oktatásába. Ismét ellenőrzést indított a rendőrség, ezen a héten az ittas vezetőket szűrik. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A Tiszpol ellenőrzés ideje alatt június 7-e és 10-e között több helyszínen is számíthatnak közúti ellenőrzésre az autósok. A rendőrség elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetőket szeretné kiszűrni. A Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás után legalább 12 óráig ne üljön senki volán mögé. Sorra állították le az autókat a debreceni úton csütörtök délelőtt. Újabb Tiszpol ellenőrzés kezdődött. A hónapot kívánok, örülök, hogy alkoholszintes ellenőrzést lennek, 5 cm távolságot, és hosszú erőteljes fújást fogok kérni az útra. Elég. Minden rendben, köszönöm szépen, további jó utat, viszontlátásra. Június 7-e és 10-e között, azaz vasárnapig elsősorban a bódult vagy ittas állapotban lévő sofőröket próbálja kiszűrni a rendőrség, a megye több helyszínén, több időpontban. Az alkohol, illetve a drogfogyasztás drasztikusan növeli a reakcióidőt, ezért is fontos kiszűrni az ilyen állapotban lévő sofőröket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a járművezetők késve, vagy egyáltalán nem ismerik fel a veszélyhelyzetet, később tudnak reagálni. Emellett hátrányosan hat magára a veszély érzetre is a járművezetőknél. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bátrabbá válnak a járművezetők, könnyebben átlépik a sebességhatárokat, esetleges elsőbségi szituációban bátrabban kanyarodnak be, amelyből akár könnyen baleset is származhat. A baleset megelőzés szempontjából az egyetlen és talán a 100%-os megoldás, hogy aki iszik, az ne üljön volán mögé. Vajtó Levente azt is hozzátette, már az enyhe fokú alkoholos befolyásoltságot is bünteti a magyar rendőrség. A sofőröknek azt javasolják, hogy az alkoholfogyasztástól számítva legalább 12 óráig még ne üljenek a volán mögé, mert azt még a szonda is kimutathatja, de a fejfájás, a szédülés, diszkomfortérzés hatással van a vezetésre és a reakciókészségre is. Munkahelyi képzésekről, a digitalizációs folyamatok fontosságáról, valamint az ezeket támogató pályázati lehetőségekről tartottak információs napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A program célja, hogy növelni tudják a vállalkozások versenyképességét a hazai, valamint az európai piacon egyaránt. A Kereskedelmi és Iparkamara közel 31 ezer gazdálkodó szervezetet tart nyilván, melyeket folyamatosan tájékoztatnak, többek között az éppen aktuális és elérhető pályázati lehetőségekről is. A mai információs napon a munkahelyi képzésekre hívták fel a figyelmet, valamint arra, hogy a digitalizáció és az infokommunikációs eszközök használata is egyre fontosabb a vállalkozások életében. Nagyon fontos az, hogy a gazdálkodó szervezetek vezetői és munkatársai képezzék magukat, folyamatosan haladjanak a korral, elsajátítsanak olyan ismereteket, amivel a versenyképességük, a hatékonyságuk növekszik. Az elmúlt időszakban már két nappal ezelőtt tartottunk egy előadást az infokommunikációs eszközök használatának a jelentőségéről. Ez a képzés egy kicsit ehhez is kapcsolódik, hiszen hiába van megfelelő eszközöm, ha nem rendelkezek olyan tudással, amivel ezeket az eszközöket tudom használni, tudom alkalmazni a mindennapi életben. A folyamatos képzés azonban nem csak a vállalkozók, valamint a munkavállalók számára fontos. Egyre kiemeltebb jelentősége van a saját munkaerő képzésének és kinevelésének, mely a duális képzéssel már a felső oktatásban megkezdődhet. A Nyíregyházi Egyetem több szakterületen, jelenleg gazdálkodási és menedzsment, műszaki képzési terület, informatika és agrárterületeken vesz részt a duális képzésben. 2015-ben indítottuk első képzéseinket duális formában, jelenleg közel 40 hallgató vesz részt a duális képzésekben. Eddigi tapasztalataink alapján mondhatjuk azt, hogy egy nagyon hasznos és számos előnnyel járó képzési formáról beszélhetünk, mivel a hallgatók tanulmányaik mellett párhuzamosan szereznek szakmai gyakorlatot, és úgy tudnak a munkaerőpiacon elhelyezkedni, hogy már legalább 3-3,5 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.
Az egyetem folyamatosan bővíti a duális képzésben résztvevő partnerei számát. Kiemelt céljuk, hogy minél több szakmában és minél több céggel építse neki kapcsolatot. A tesztelés után július 1-től indul a gazdaságfehérítés újabb eszköze, az online számlázás, közölte Varga Mihály. A pénzügyminiszter hozzátette, a kormány a vállalkozóknak ingyen biztosítja a Nemzeti Adó és Vámhivatal saját fejlesztésű online számlázó programját, amely az adatszolgáltatáson túl számos speciális szolgáltatást is nyújt felhasználóinak. A tárcavezető kiemelte, a NAV saját fejlesztésű online számlázó programja egy olyan speciális és egyedülálló szolgáltatás, amelyet jellemzően a kis- és középvállalkozások tudnak majd használni, azon túl, hogy jelentősen csökkennek a vállalkozások adminisztrációs terhei, az adóhivatali programot használóknak nem kell a számlakiállítással kapcsolatos költséggel sem számolniuk. Így például az online számlázást választóknak a jövőben nem kell többé számlatömböt vásárolniuk. Jelenleg több mint 210 ezer vállalkozás használ számlázó programot, nekik mindössze annyi feladatuk van, hogy ellenőrizzék, az általuk használt program képes lesz-e július 1-től az online adat továbbítása. Digitális fejlesztési programba kezd 3 evangélikus tanintézmény. A projekt feladata a legmodernebb módszertanok és gépek beágyazása az intézmények oktatásába. A projekt uniós támogatásból közel 80 millió forintból valósul meg. Így néz ki az interaktív tankocka program, amelyet már most otthonosan alkalmaznak a túrócis diákok a játékos tanulás jegyében. Ehhez hasonló módszertani újítások térnyeréséért indult projekt a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközösség indítatására 2 nyíregyházi és 1 az ország másik végén lévő szőlősgyöröki evangélikus tanintézményben. A projektnek az a célja, hogy a digitális technológiák minél szélesebb körben alkalmazásra kerüljenek az iskolákba. A legmodernebb, legtöbb funkcióval ellátott digitális eszközöket szerezzük be, tanulók részére is laptopokat és tabletteket, illetve, hogy digitális módszertan kidolgozása kapcsán egy úgynevezett pilot tevékenységet valósítanak meg majd a 3 intézmény pedagógusai, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése minden pedagógus minden diákok körében megtörténjen. A projekt feladatai elég széles körűek. A módszertani újítások mellett többek között akadálymentessé tennék a digitális környezeti feltételeket, valamint fejlesztenék a pedagógusok információs és kommunikációs technológiákkal kapcsolatos tudását. Természetesen erre fel kell készülni, tehát a pedagógusok először is továbbképzéseken vesznek részt, majd ezt követően digitális óraterveket dolgoznak ki, illetve módszertani programokat, csomagokat, amelyeket a tanórákon és házi feladatok ellenőrzéséhez egyaránt alkalmazni fognak, illetve bevállásvizsgálatot is végzünk a projekt során külső szakértők segítségével, hogy ezek használhatóságát minél hatékonyabban tudjuk végezni a későbbiekben. A projekt 2018. februárjától 2021. január végéig zajlik az Európai Unió és az Európai Szociális Alap finanszírozásával, melynek összege 100%-os támogatottság mellett közel 80 millió forint. Idén 27. alkalommal várja a színház szerelmeseit a Mandala nyár. Július 13-ától szeptember 2-ig 11 előadást láthat majd a közönség, amelyek között lesznek vendégelőadások, sikerdarabok, és a szokásokhoz híven egy premier is színpadra kerül. A főként zenés vígjátékoknak idén már a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola udvara, az úgynevezett Görög udvar ad helyet. Most még gyerekek játszanak a nyíregyházi Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola udvarán. Július 13-ától azonban Görög udvar néven az idei Mandala nyárnak ad helyszínt. 1992-től 20 éven keresztül a szabadtéri színpad biztosította a helyet az eseményeknek. 2011-ben az Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, majd 6 éven keresztül a Sóstói Múzeum falu. Az ottani felújítások miatt idén új helyszínt kellett keresni az előadásoknak, így esett a választás a Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola udvarára. Örömmel adtunk helyszínt a Mandala nyárnak. Hát elsődlegesen nagy kérdés volt, hogy minden feltételt tudunk-e biztosítani.
Ezt a múlt pénteki bejáráson megtekintettük, átgondoltuk, és hát múlt pénteken, illetve pénteken kiderült, hogy van rá lehetőség. Még hétfőn volt egy egyeztetésük, és hétfőn délután döntöttünk arról, hogy akkor megváltozik a helyszín, tehát a Mandala nyár az a Görög udvarban kerül megrendezésre. A Mandala Dalszínház saját mobil színpaddal és lelátóval rendelkezik, ezek lesznek a Görög udvaron is felállítva. A programsorozatot évente 10 000 néző látogatja, ezért a szervezők mindig Nyíregyházára hozzák a színész társadalom legnagyobb képviselőit. Összesen 11 előadással készültünk, ez egyébként körülbelül az a szám, amivel szokott jelentkezni a Mandala nyáron nagy színpadi előadások tekintetében, és hát, hogy néhány színész nevet emeljek ki, Szerednyei Béla, Csonka András, Magyar Attila, Sáfár Mónika, Sáfár Anikó, Teremi Trixi, Heller Tamás, és akkor még lehet hosszasan sorolni. És az egyik előadásnak a rendezője is egy nagyon népszerű és ismert név, Szente Vajk. A korábbi évek nagy sikerű előadásai és a vendég előadások mellett hagyomány, hogy minden évben helyet kap a programban a Mandala Dalszínház egy premierje is. Idén Rékuninak a Család ellen nincs orvosság című darabja lesz. Egyébként a Mandala Dalszínháztól nem idegen a Rékuni féle vígjáték, hiszen játszottuk már a Páratlan páros 1-2-t, a Miniszter félrelépet, a Kölcsönkérót, úgyhogy ez a fajta humorvilág nem áll távol tőlünk, illetve szeretjük is Rékuninak ezt a poénvilágát, amit képvisel a darabban. A Mandala nyár első előadása a Csúnya lány című zenés vígjáték lesz július 13-án, a zárógálát pedig szeptember 2-án tartják. A darabokra jegyek vásárolhatóak a Nyíregyházi TDM irodában és a Skytravel utazási irodában, valamint az előadások napján a helyszínen 15 órától. Ezen a hétvégén vasárnap nyitja meg kapuit a sóstói tófürdő a fürdőzők előtt. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT tájékoztatása szerint a legmeghatározóbb tényező is adott a nyitáshoz, hiszen már 24-26 fokos a tóvize. Az üzemeltető az előkészítő munkákat már korábban elvégezte, a karbantartási és parkfenntartási munkák befejeződtek, és a tó vízminősége is kiváló, vízszintje ideális. Ugyanakkor június 11-től várhatóan szeptember 15-ig a Júlia fürdő energetikai korszerűsítési munkálatok miatt bezár. Ez alatt sem a fürdőszolgáltatás, sem a gyógyászati ellátás nem lesz elérhető. A beruházás 197 millió forintból valósul meg. Nem jutott be az MB2-es csapatok osztályozó tornájára a Sunshine Nyikse. A nyíregyházi kosarasok a hazai pályán elszenvedett 8 pontos vereséget követően a visszavágón 69-64-re kikaptak az Újpest megyeri Tigrisek csapatától. Kovács Tibor együttese ettől függetlenül fennállása legjobb eredményét érte el az alapszakaszban megszerzett második helyezéssel. Azt már a sorsolás után tudni lehetett, hogy az NB2 talán legerősebb csapatát kapták a nyíregyháziak, amit aztán a párharc első meccse be is bizonyított. A visszavágón a kéztörés szenvedett Farkasinszki Gábor nélkül lépett pályára a Sunshine Nyikse, ennek ellenére sokáig a vendégek vezettek Újpesten. A végére aztán elfogyott a több játékos nélkülöző Szabolcsi Gáda ereje, így 5 pontos vereséggel zárta a szezon Kovács Tibor együttese. Maximálisan elégedettek lehetünk a csapat teljesítményével, mert az összképességek, az összrutin, ami a csapatban megvolt, az a többi csapattól mondhatom, hogy nem jócskán, de azért elmarad. És én azt gondolom, közel kihoztuk a maximumot, így a teljesítménnyel, viszont a hiányérzet az, hogy a két meccs alapján benne volt a mérkőzés alakulásában a győzelem, illetve a továbbjutás lehetősége is, mert az első hazai mérkőzésen is nagy részt előnnyel tudtunk a csatában helytállni, a harmadik negyedben is mi vezettünk. Utolsó negyedben volt egy fordulópont, illetve hát ugyanez volt Budapesten is. Egy nagyon jó kezdés után alapvetően a támadásbeli hiányosságok nem találtunk be. Ritmustalanul játszottunk 2-3 percen át, és ott egy plusz 6 pontos vezetésről kerültünk egy kicsi hátrányba, és az már a végén az már jelentős volt, nem tudtuk ledolgozni. A Sunshine Nyikse harmadik szezonját zárta az NB2-ben. Egy 8. és egy 3. helyezés után az alapszakaszban megszerzett 2. helyen ismét lépett egyet előre a nyíregyházi együttes.
Amikor leültünk a vezetőedzővel, a csapatkapitánnyal, akkor azon gondolkoztunk, hogy több éves célt fogalmazunk meg. Nyilván most egy kicsit előre szaladtunk, hiszen a játékos állományunk hirtelen lehetővé tette azt, hogy talán idén is megcélozzuk a feljutást. Ez nem jött össze. Talán egy játékos hiányzott, illetve az, hogy a végén ne legyen annyi sérültünk, és hát egy-két olyan meccs, ami nagyon szoros volt. Úgymond 6 vereségünk volt, Hepkupát beleszámítva is az elmúlt szezonban, tehát ez azt gondolom egy nagyon jó eredmény. A csapat rutinos centere Asztalos István szerint a maximumot hozták ki a szezonból. Nehezen indult, ugye az első egy-két hazai meccsen kikaptunk az előttünk lévőktől, de ugyanúgy, ahogy belelendültünk, ugye csak elértük a célt, a második helyen bejutottunk a rájátszásba. Ugye itt a probléma az volt, hogy megkaptuk a legerősebb ellenfelet, akit kaphattunk, viszont tisztességgel helytálltunk az ismert körülmények ellenére is, ugye amik a sérülések voltak. A csapat levezető edzésekkel fejezi be a szezont. Az biztos, hogy 5 érettségiző játékos távozik, érkezőkről egyelőre még nem tudott beszámolni a klub vezetése. Az elmúlt heti Szentpöltenben aratott győzelmét követően élete eddigi második legjobb eredményével, 63 méter 24 cm-es dobással nyerte a diszkoszvetést a Budapest Open elnevezésű versenyen Szikszai Róbert. A nyíregyházi atléta a jövő héten az osztravai Golden Spike versenyen lép dobóállásba. A Budapest Openen a hármasugró Leveleki Bence 14,76-tal a második helyen végzett, a magasugró Bakosi Péter pedig 209 cm-rel a harmadik helyen zárt. Tartja jó formáját Szikszai Róbert. A berlini Európa-bajnokságra készülő diszkoszvető az elmúlt héten Ausztriában 62 méter 14 cm-re repítette a szert, majd a hétvégén élete második legjobb eredményével 63-24-en nyerte a Budapest Open elnevezésű versenyt. Jó formában érzem magam, ez a 64 méter, amit Szombathelyen dobtam, és a 63, amit most Pesten. Ez mindenféleképpen a régi egyéni csúcsomnál mind a kettő jobb eredmény. Szerint jó állapotban vagyok, jól is érzem magam, és a jövő heti három versenyen szeretnék egy 65 méter körül eredményt dobni. A női diszkoszvetést a szintén nyíregyházi Kerekes Dóra nyerte 50 méter 88 cm-rel. A hármasugró Leveleki Bence 14,76-tal végzett a második helyen. Bencének ez a legjobb eredménye, szél nélkül, tehát ideális körülmények között ez, hogyha lenne egy jó kis hátszél, akkor én szerintem 15 méter fölötti eredményre képes. Tudni kell hozzá, hogy Bence tavaly folyamatosan sérüléssel bajlódott, és összesen 2 versenyt tudott indulni. Ez már jó jel arra, hogy remélem, hogy jó eredménye fog elzárni ezt a szezont. Nem sikerült viszont jól Bakosi Péter versenye. A nyíregyházi magasugró a felnőttek mezőnyében először szenvedett vereséget hazai riválistól. A 209 cm csak a harmadik helyhez volt elegendő. A bemelegítése nagyon jól sikerült. 210 cm-t, ilyen 5-8 cm magasan ugrotta, és a 212 cm-es magasságon egyszerűen, mintha lefújták volna. Tehát teljesen elment a mozgáson, nem tudott odafigyelni, és simán kiesett. Tehát nem tudjuk, hogy mi van. Egyelőre megpróbáljuk elemezni. Annyi van, hogy Peti most ugye a Debrecen Egyetemen harmadéves, nagyon sok vizsgája van, a héten is 3 vizsgát próbál letudni. Előfordulhat, hogy fejben fáradt, ő is azt mondta, hogy fejben fáradt, úgy néz ki. Tehát a legközelebbi verseny csak a magyar bajnokság lesz, arra reméljük, hogy fel tudunk készülni, és addigra már a vizsgáit is le fogja tudni. Az Európa-bajnoki szint 226 cm. Péternek a magyar bajnokság mellett több nemzetközi versenyen lesz lehetősége arra, hogy megugorja ezt a magasságot. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Ismét ellenőrzést indított a rendőrség, ezen a héten az ittas vezetőket szűrik. A Tiszpol ellenőrzés ideje alatt június 7-e és 10-e között több helyszínen is számíthatnak közúti ellenőrzésre az autósok. A rendőrség elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetőket szeretné kiszűrni. A Szabolcs megyei rendőrfőkapitányság arra hívja fel a figyelmet, hogy az alkoholfogyasztás után legalább 12 óráig ne üljön senki volán mögé. Munkai képzésekről, a digitalizációs folyamatok fontosságáról, valamint az ezeket támogató pályázati lehetőségekről tartottak információs napot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. A program célja, hogy növelni tudják a vállalkozások versenyképességét a hazai, valamint az európai piacon egyaránt.
digitális fejlesztési programba kezd 3 evangélikus tanintézmény. A projekt feladata a legmodernebb módszertanok és gépek beágyazása az intézmények oktatásába. A projekt uniós támogatásból, közel 80 millió forintból valósul meg. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták június 7-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Péntek estig a Kárpát-medence időjárását jellegtelen nyomási mező alakítja. Meleg, változó nedvesség tartalmú, gyakran labilis levegő lesz térségünk felett. Az előttünk álló éjszaka változóan felhős idő várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat, helyenként felhőszakadás is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a hosszabb, rövidebb napsütés mellett erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Szorványosan valószínű zápor, zivatar. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban nem várható lényeges változás sem a hőmérsékletben, sem az időjárás jellegében. Délelőttönként az ország nagy részén inkább a napsütés lesz túlsúlyban, főleg a délutáni esti órákban növekedhet meg erőteljesebben a gomoly felhőzet. Több helyen várható zápor, eső, zivatar, néhol felhőszakadás is előfordulhat. Erős, viharos széllökések csak zivatarok térségében fordulhatnak elő.